király. Titon a bal oldalon beindul, és meg is kapja, nincs les. Csányinak kell nyargalnia, mert Titon nagyon gyors, még mindig. Telek. Óriási helyzet! És megvan az első gól, kérem, a hazaiak szerzik. Váradi sem tudott menteni. A 9. percben 1-0-ra vezettek a fülekiek, reméljük nem sérült meg a gólszerző. És kérem, Felső Tibor, azaz Pityke megszerezte a fülekiek vezető gólját. Be, másik becenevén Kis Oszmicska, azaz Kis Nyolcas. Ez nem ment át most. És a másik, Bari kapta volna. Simon. Domik. Szabó. Simon. Egy nagyszerű emelés! Már egyért, ezért megért eljönni Simon! Csak úgy lezserül bokából. Megvan az egyenlítés a 15. percben, de milyen góllal? Amolyan Poborskis góllal a 96-os EB-ről. Simon Gyuszi 1-1. Pinte jön le. Hatalmas emelés! És megvan, kérem! 2-1. Csápai fordít, parádés emelés. 1-2. You know, just I'm commenting the match lively. We scored. Crazy. Come here to the stadium. Nos kérem, 5 perc alatt fordítottak a legendák, közben a kommentátornak éppen a érkező Hubert Angol hívását kell fogadni. Megint egy les gyanús szituáció! Szebb gólok! Hittünk az asszisztensnek, ezt rendesen bevarta, Telek indított parádésan, és Sáfrány Péter. 2-2, kérem, 19 perc. Hubi, we have down, off. Telek. Füleki ész, ez is jó. Sáfrány. Titon még eléri, bizony, hogy eléri. Fürge balhalf. És teljesen üres, ott Váradit is leülteti. Visszajátszák, parádés gól. 3-2, Telek. Megérdemli. Az, ahogy lefektették Váradit, az már-már megalázó volt, de hát ez nem a kapus hibája. Szellős volt a jobb szárny. 3-2, Telek. Sipos, éppen időben észlelte. Simon. Egy kis esernyő csel. Még akkor is megkapcsolják Simont. A következő passza már nem jött össze, de az esernyőcsen remek volt. Telek, ez a háromszögezési show! Ez is Váradi rövid volt! Felső Tibor 4-2-re megyen. Tibor Felső, ja, tud igazát az én, itt megy össze a tasérzte minóta. Stíra! Felső Tibor, tehát Oszmicska, Pityke, becenévre. Második gólját szerezte félfordulatból a rövidre. Váradit is meglepte, röpült a labda után a 47 éves kapus, de rövid volt rá, talán 3 centi hiányzott. Így 2 gól a különbség, 4-2 a fülekiek javára. Csányi. Tomik. Szabó. Még ez is jó, remek keresztlabda Csányinak. Bari. És jó pörgetés, üres a kapu. Domik szépít. Megérdemelte Domik Attila. 4-3. Attila Domi. Nyújtsd a stőtri papírra, aki Csányi Csányiba. A
4-3. 4-3 az előbb. Barienci gól szerezhetett volna, most talán megsérült? Remélem nem. Sántikával viccakocog. Ő is benne volt ebben a gólban. 17 perc van hátra. Nincs les. Sáfrány. Még mindig nincs. Sáfrány lefekteti Váradit. És 6-3. Igazsághoz hozzátartozik, hogy hát természetesen a legendák jó 5-6 évvel idősebbek, mint a hazaiak, és hát ez ilyen hőségben, hát természetesen a filekiek is rendkívül képzett játékosok. Sisa Tibi keze alatt is pallérozódtak a 90-es évek közepén, tehát Palószföldön tudnak focizni. Nagyon képzett játékosok Csápai. Menti, Hubert passzolta oda neki. És ott a gólhelyzet, és a gól! Sányi Csaba! 6-4! Csabi Csabi! Dicséret Dominikot illeti, aki a bal oldalon két füleki védőt is megkerült, és végül a hosszú oldalon találta meg a jókor érkező Csányit, aki azonnal a léc alá vágta a negyedik vendéggólt. Fülek legendák az utolsó 5 percben 6-4, 10 gólt rá, szebbnél szebb gólt.